Szeretettel köszöntelek a 9. résszel. A 8. részben arról beszéltem, hogy sajátíthatjuk el a meditációnak az alapjait, hogy a meditáció mennyire szükséges ahhoz, hogy a későbbiekben meg tudjuk csinálni azt, hogy a gondolatainkkal teremtsünk, hogy a gondolatunk erejét használjuk fel, mindazokhoz a dolgokhoz, amiket szeretnénk elérni. A meditációban, és megbeszéltük, hogy önmagunkba érkezünk meg, érezzük saját magunk létezését, tehát ami nagyon-nagyon fontos. Halljuk belülről, érezzük belülről a szívünk dobbanását, figyelünk a légzésünkre. Hát erről szólt a 8. rész. És most a 9. részben egy picit tovább megyünk, de szeretném kiegészíteni. Igazán ez a 9. rész talán inkább egy kiegészítés lenne. Tehát itt nagyon fontos az, hogy mit akarunk bevonzani. Mi az, amire majd koncentrálunk, mi az, amit szeretnénk elérni. Tehát akik az első résztől végigkövetik az előadásaimat, ugye azok már túl kell, hogy legyenek, ugye, egy nagyon komoly önismereti gyakorlaton, elengedéseken, ugye a megbocsájtásokkal, és most ebben a részben már azt szeretném tovább vinni nektek, hogyha meg tudunk érkezni önmagunkba, meg tudjuk találni a belső nyugalmunkat, és tudunk koncentrálni először is a belsőnkre, utána tudunk koncentrálni arra, amit szeretnénk elérni, akkor ehhez szeretnék egy olyan pici segítséget adni még nektek, hogy mi az, amire igazán fókuszáljunk. Mi az, amit mi igazán szeretnénk bevonzani. Mert tapasztalatom az, hogy itt sokszor azért vannak elakadások, mert vagy nem csináltuk meg még az önismeretünket teljesen, és valami olyan dolgot akarunk bevonzani, ami az égvilágon semmi hozzáférésünk nincsen. Tehát legdurvább lenne most azt mondanom, hogy űrhajós akarok lenni. Tehát semmit az életemben abba az irányba nem csináltam. Tehát most én hiába kezdek el meditálni és a gondolatom erejével azon dolgozni, hogy én űrhajós legyek, ez nem fog működni. Ez nem fog működni. Vagy az a bevonzás, ugye, amikor valaki egy párkapcsolatot akar ilyen spirituális módszerekkel úgy rendbe tenni, hogy az illető már rég-rég máshol van. Tehát engem mondjuk elhagy valaki, és én azt ilyen spirituális módszerekkel megpróbálom valahogy visszakanalizálni, valahogy visszaszerezni. Ezek megint nem működő dolgok. Így legalábbis ilyen direkt formában nem működik. És miért? Azért, mert alapszabály, hogy az én vonzásommal és teremtésemmel csak jót tehetek. És senkinek kárt nem okozhatok. Senkinek hátrányt nem okozhatok a saját teremtésemmel. Hát azzal, hogy én magamat egy magasabb szintre fogom helyezni a gondolatom erejével, a teremtés által, ami meg is tud történni, azzal másnak kárt vagy hátrányt nem okozhatok. Tehát ha én Gizikét vissza akarom kapni, holott neki már egészen más dolga és más útja van, és én erre itt nagyon fókuszálok, akkor tulajdonképpen a saját energiateremet rombolom. Nagyon vigyázni kell, mert ez visszafelé is működik. Tehát azzal a teremtéssel, amit én rosszul csinálok, azzal lehet, hogy a saját energiateremet pusztítom és rombolom nap mint nap. Tehát ez a vonzás és teremtés, ez nem lehet egy ilyen görcsös ragaszkodás, vagy valami görcsös utána nyúlás valaminek.
Hát hiszen azért kezdtem el az első részektől felépíteni, hogy a te önismereteddel egy csomó mindenre már választ kaphatsz. Tudod akkor már, hogy csak saját magadon tudsz dolgozni, és a környezeted majd változik, ahogy te dolgoztál magadon. Ugye ki tudsz békülni emberekkel, el tudsz fogadni embereket, el tudsz fogadni szituációkat, meg tudsz szeretni helyzeteket, meg tudsz szeretni embereket, és ez egy nagyon komoly felhajtó erő. Tehát ezzel tudunk működni. És amikor a teremtésről beszélek, és célokat teszünk magunk elé, azok a te céljaid. A te céljaid, ami neked fontos, aminek valamilyen irányába vagy, tehát kell, hogy valamennyire az irányába legyél. Teljesen más, tehát ez olyan, mint hogyha a hátam mögé akarok látni. Nem működik, a két szemem itt van és előre felé lát. Nem tudok hátra látni. Ne kívánjak olyat. Ugye a kis hercegben van egy nagyon érdekes, amikor a tábornok azt mondja, hogyha egy katonámnak azt mondanám, hogy szálljon virágról virágra, és ő azt nem teljesíti, akkor ki a felelős? Ő vagy én? Hát ugye, tehát nem kérhetünk olyat valakitől, amit nem tud teljesíteni. Tehát neked is olyan irányba kell a vonzást és a teremtést beállítani, amilyen irányba te már vagy. Az előző gyakorlatok valók arra, hogy te jó irányba kerüljél. Tehát ha neked most elakadásod van a vonzás teremtéssel, akkor az azért van, mert még az előző gyakorlatokkal nem vagy rendben. Nem vagy rendben az önismereteddel, nem vagy rendben az elengedéseddel, nem vagy rendben azzal, hogy a pillanatban, a helyzetben tudjál lenni, hogy arra tudjál fókuszálni. Lehet, hogy nem tudsz még meditálni, nem tudod kizárni a dolgokat, nem tudsz még meditációban színeket látni, nem tudsz illatokat érezni a meditációdban. Ez lehet, hogy így van. Tehát én azt mondom, hogy legyen az a következő gyakorlat, hogy még egyszer átnézed a dolgaidat, még egyszer végigfutsz saját magadon, saját magad természetén még egyszer végigfutsz, és úgy állítod föl, hogy mit szeretnél teremteni és vonzani. Egy példát mondok neked. Tehát én mondjuk a munkámban, hogy én a munkámban sikeres legyek, minden évben, év elején össze kell raknom az egész éves koncepciómat. Tudom, hogy kik a partnereim. Tudom, hogy kikkel dolgozom együtt egész évben. Én minden egyes partneremre, és mindenkivel, akivel együtt dolgozom, úgy gondolok év elején, hogy erősíteni akarom az ő energiaterüket. Tehát mit csinálok? Szeretettel gondolok rájuk. Szeretettel gondolok rájuk, egészséget kívánok, a vállalkozásuknak sikert kívánok, és ezt tiszta szívemből teszem. Tiszta szívemből kívánom, hogy nekik jól működjön az évük. De ez tiszta szívből, tehát ez nem az érdek része, hogy nekem az az érdekem, itt nem az a fontos. Érdek nélkül kell tudnod tiszta szívből jót kívánni, jó rezgéseket adni valaki felé. Nem azért, mert hogy majd mit kapok vissza. Van olyan ügyfelem, aki idén mondjuk nem kötött velem üzletet, és akkor mi van? Semmi. Én attól szeretettel gondolok rá, hiszen nem érdek. Az, hogy én szeretettel gondolok rá, az nem lehet érdek. De az, hogy én szeretettel gondolok rá, és ezzel az én energiámmal is próbálom erősíteni az ő energiáját, ez egy nagyon is valós dolog, tehát ebben nincs misztikum. Ez egy teljesen valós dolog. Szívemből gondolok rá, és erősítem őt, egészséget kívánok, és egy jól működő vállalkozást kívánok neki. Tehát ez egy ilyen gyakorlat. A másik hiba, ami szokott lenni, hogy a teremtés és vonzáskor sokszor valaminek a hiányát kezdjük el erősíteni. Ez már más tanulmányokban is le van írva, és igaznak is tartom. Sokszor a hiányára fókuszálunk. Tehát azt mondja, hogy nincs új ruhám, nincs új autóm, nincs új barátnőm. Tehát ott mindig a nincsre, hogy nekem nincs, arra fókuszálok. És ezt meg kell fordítani. Szeretnék egy új autót.
Szeretnék egy új ruhát? Szeretnék egy új barátnőt? És amikor azt kimondod, akkor magad elé vizualizálod azt, amit szeretnél. Tehát elképzeled magad elé azt a ruhát, elképzeled magad elé azt az autót, amit szeretnél, vagy megrajzolod azt a barátnőt, vagy azt a barátot, akit szeretnél. Milyen legyen? Milyen tulajdonságai legyenek? Nagyon érdekes. Tehát is elkezdesz, és mélyen, tehát ugye ebbe a meditációba benne vagy, és a meditációban, amikor elkezdesz teremteni, akkor megformálod magad előtt, hogy mit szeretnél. És érezd azt, hogy az, amikor veled van, amikor az megtörténik, akkor az milyen érzés. Ez megint egy nehéz feladat. Ebben lépésről lépésre következetesen kell haladnod. Képesnek kell lenned erre. Mert a gondolatunk ereje az nem attól működik, hogy mire gondolunk, hanem az, hogy mi azt rezgését tudjuk átalakítani. Tehát van rengeteg gondolatunk, de igazán nagyon kevés olyan gondolatunk van, ami igazi rezgésbe átmegy, tehát átformálódik rezgésé, és képes átjutni, amit már ugye említettem, ezen az egész negatív hálón, ami körülvesz minket, és képes fölé lépni, és az univerzum energiáival csatlakozni, kapcsolódni. És ott találod meg a segítő energiákat is, amikor erre a magasabb szintre fel tudsz lépni. Tehát nagyon fontos, hogy a gondolat az legyen egy élmény, az egy élmény legyen benned, érted? Az, ahogy megélni azt a gondolatot. Minél jobban meg tudod élni, annál magasabb lesz a rezgés, és ez a magasabb rezgés, ez úgy tud szépen átmenni ezen a hálón, ami körülvesz minket, és kapcsolódik az univerzumhoz. És akkor úgy képzeld el, mint egy ilyen műholdat, hogy fölmegy a te rezgésed, és utána a műholdról visszaverődik a rezgésed. Tehát persze ez nem egy műhold, hanem ugye egy nagy energia mezőbe találkozik, sok-sok milliárdnyi mozaikkal találkozik a te rezgésed, milliárdnyi mozaikkal találkozik, és onnan verődik vissza. És a megtörténések így kezdenek el szépen lassan, ahogy ezek a mozaikok összeállnak, úgy történik meg tulajdonképpen a változás, és a te bevonzásod így történik meg. Tehát amikor én Magyarországról egy versenyre elutaztam Hollandiába, én Hollandiába ott az utolsó napon pakolás közben egyszer csak jött egy érzés, és elmentem egy ilyen 150-200 métert, ott volt egy ilyen reklámshop, és ott láttam egy távirányítós versenyautót, amit én megvettem, vettem belőle egyet magamnak, és vettem egyet egy barátom fiának. Megvettem a két versenyautót, betettem a csomagtartóba, hazajöttem. Első dolgom az volt, hogy hétfői napon elmentem ez a barátomhoz, és mondtam, hogy nézd, mit hoztam a fiadnak. Kinyitott a dobozt, és azt mondta, hogy ezt ő nem hiszi el. Mert a hétvégén a gyereke csak erről beszélt, hogy egy ilyen távirányítós versenyautót szeretett volna. Azt mondja, de hogy történik meg? Hát így, hogy az ő rezgése kiért az univerzumba, az a rezgés csatlakozott milliárdnyi más rezgés mozaikkal, és annak valamilyen visszaverődését éreztem én. Magamtól nem indultam volna távirányítós versenyautót venni, valószínű. De valami rezgés belül mégis azt mondta, hogy induljak el, nézzek körül, hát ha látok valami érdekeset. És milyen érdekes? Pont azt látom, amit ez a gyermek szeretett volna. Tehát ha te szerelmes vagy, akkor a világ összes szerelmes emberének a mozaikjaival képes vagy együtt rezegni. Ha te éppen az anyagi világot teremted magad körül, és szeretnél jobb minőségbe, jobb anyagi körülmények között élni, és ezt te magas rezgéssel tudod megélni, szeretettel,
magas rezgéssel tudod megélni, akkor ezzel fogsz találkozni, akkor a te rezgésed az univerzumban pont azoknak az embereknek a rezgéseivel fog találkozni, mindegy, hogy az egyik afrikai, a másik Amerikában vagy Ausztráliában lakik, hiszen az univerzum az egy nagy egész. Tehát itt nincsenek ilyen árnyékolások, hogy ott most éjszaka van, ott nappal. Tehát az univerzum az ezt nem ismeri, ahogy nem ismeri a távolságot és az időt sem. Tehát a te rezgésed az kiérkezik, és azoknak az embereknek a rezgésével találkozik, akik ugyanebben, és ugyanezen a szinten vannak, mint te. És ez nagyon fontos, hogy azzal, amilyen szinten te vagy, nem tudsz magasabbat lépni, amíg te nem vagy kész rá. Neked kell fejlődni. Ugye a pesszimista emberek azok azért itt kotorásznak a szürke semmibe, mert az ő rezgésük körülbelül ennyire ér. Itt valahol meg is reked ebbe a szürke mezőbe a rezgésük, és folyamatosan húzzák magukra a rosszabbnál rosszabb dolgokat. Igen, mert az ő társ rezgésük, vagy segítő rezgésük az pont ez. A panaszkodás, a kétségbeesés, a jaj, ezt nem lehet, jaj, azt nem tudom, jaj, az miért hagyott el engem, nem én voltam a hibás, ő volt a hibás, mindenki engem bánt. Ezekkel találkozik. Mindenki rossz, csak én nem. De amikor már megcsináltad az önismeretedet, és már tudsz változtatni, mert azt mondod, hogy igen, én egy pesszimista vagyok. Pesszimista vagyok, és ezzel a pesszimizmusommal nem fogok előre jutni. És a gonoszságommal se, és azzal, hogy mindenkinek ártok, azzal nem jutottam előrébb, eddig se. Nem vagyok boldog, boldogtalan vagyok. Már képes vagy fordítani, már akkor a rezgéseden, amikor ezt az önismeretedbe felismerted, hogy te milyen vagy. És ahogy fordítasz, és elkezdesz változtatni rajta, és azt mondod, hogy igen, én elfogadóbb leszek, én elismerem a hibáimat, igen, én hülye vagyok, tanulni fogok, ehhez se értek, ahhoz, hogy semmihez se értek, akkor valamit elkezdek, valamit tanulok, azzal egy pozitívat változtatsz, és már léptél egy szintet. Utána léped a következőt, 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 így mész egyre följebb. Ez egy óriási dolog, egy nagyon nagy utazás, tehát egy nagy vidámpark. Így lépsz fölfelé. És akkor a rezgéseid mennek, és azokhoz a csoportokhoz fogsz beérni, akik veled egy szinten vannak. És aztán van az a szint, ahol már nagyon nagy dolgok működnek. Beszéltem az öngyógyítás példa. Az egyik legnagyobb dolog az öngyógyítás, amikor már felette állsz a betegségeknek. Akkor nem csak az, hogy kitisztítod az energiateredet, hanem fogod és az ízületeidet, a gyomor bántalmadat, tudod gyógyítani. Mikor már teljesen mindegy, hogy ősz, tél, nyár, vagy éppen mi van, mert neked nem kell gondolkodni azon, hogy köhögésgyógyszer, meg influenzaoltás, meg semmilyen, eszedbe se fog jutni, tehát mert nem leszel beteg. Mész följebb, felső szinten. Tehát a gondolatunk erejével azon a szinten teremtünk, ahol vagyunk. Ezt megpróbáljunk fölé menni, nem fog sikerülni. Tehát tudnod kell, hogy te abba az irányba vagy. A megoldásokat, ugye, mert itt van ebbe egy kis, hogy mondjam, nézetkülönbség. Van, aki azt mondja, hogy csak a célt tűzd ki, és a megoldással ne foglalkozz. Én ebben nem hiszek. És megmondom miért. Mert nagyon-nagyon kevés ember az, aki úgy tud bevonzani, hogy nem tesz érte semmit. Van ilyen, aki képes rá, de ezek nagyon-nagyon kevesen vannak. Tehát te próbálj meg tenni érte, próbálj abba az irányba beállni, amilyen irányba a gondolatoddal teremteni akarsz. A céljaid felé forduljál, a céljaid felé forduljál. Ha neked a lehetőséged nappal van, akkor ne keresd éjszaka. Érted? Ha éjszaka van, a lehetőséged, ne keresd nappal. De aztán, ahogy ebbe mész bele, ez ki fog neked tisztulni. Tehát ez nem mennyire fehér és fekete. Tehát ez ki fog tisztulni. És a másik, tehát, hogy olyanokat ne akarjál visszavonzani magadnak, amik már elmentek tőled, és nem is, és valószínűleg nem is véletlen, hogy elmentek. Tehát visszahozni valakit, és utána ámítani magadat, hogy tulajdonképpen ezt a kapcsolatot te bármikor újra tudnád csinálni, és az a másik a szenved nélküled, meg mint a fenét szenved, hát elment, érted, nem véletlenül ment el. Nem biztos, hogy talált jobbat nálad, de nem véletlenül ment el. És az, hogy
szenved valaki, vagy nem szenved, ez egy ön megítélés kérdése. A másik, hogy azt neked kell tudni, hogy neked igazán mire van szükséged. Egy visszahozott barát vagy barátnő, az neked miért lenne jó? Tehát tényleg szükséged van rá? Azokat a veszekedéseket akarod visszavonzani, amikkel már hála Istennek elment, azt akarod visszavonzani. Ez úgy nem fog működni. Teljesen fölösleges. Még hogyha vissza is tudod vonzani magadnak, így fogsz érted süllyedni lefelé, és mindazt, amit felépítettél, ezt egy pillanatok alatt már ki is söpörted. Ennyi. Ez így működik. Tehát a gondolatunk ereje, az nagyon fontos, hogy ugye megfogalmazódik bennünk a gondolat, ki tudjuk rajzolni magunk elé, látjuk, érezzük azt, amit mi igazán szeretnénk. És annak a megvalósulását is kell, hogy érzékeljük. Amíg ezt mi nem tudjuk, addig ez nem fog sikerülni. Mert nem elég intenzív, és nem eléggé formálódott ez rezgésé, hanem ez csak egy ilyen kis gondolat, kis álmodozás, kis ábrándozás. És van, amikor igenis nagyon sokat kell tenni abba az irányba. Tehát, hogy elkezdünk vonzani, elkezdünk teremteni, ott van a cél, és a fizikai valóságban el kell indulnunk, és menni, és taposni, és menni előre. Dolgozni, tanulni, vagy bármi, ami szükséges, hogy azt a célt elérjük. Azért tenni kell. És amikor elkezdesz tenni, és megjönnek az első sikerélményeid, érzed, hogy közeledik, a rezgésed nagyon-nagyon megváltozik. És kapcsolódsz a te szinteden levő rezgésekkel, ahol segítő energiákat gyűjthetsz, és ezek a segítő energiákkal meg többszörözheted az energiádat. És mondom, ez nagyon fontos, hogy csak olyat teremtünk, és csak olyat vonzunk, amivel másoknak hátrányt nem okozunk, vagy másoknak rosszat, szenvedést, vagy bármit. Tehát nem más emberek feje tetején fogunk gyalogolni, mert az úgy nem működik. Ott utána visszaadnak dolgok, és aztán egy valamiféle kudarc lesz a végeredmény, amit így előre ugye nem lehet látni. A másik, hogy van még egy lehetőség ennek a teremtésnek, amikor váratlanul érkezik be valami jó, amire nem is számítottál. Mi lehet ez például? Találkozol egy emberrel, aki neked fog segíteni. Ki felajánlja a segítséget. Nem te fogod kérni, hanem ő ajánlja fel a segítséget. Vagy találkozol egy olyan emberrel, aki valamiben fantáziát lát benned. Lehet, hogy évekig senki nem látta benned azt a gyémántot, csak a szenet. Egyszer csak valaki meglátja a benned levő gyémántot, és azt mondja, én ezt meg akarom csiszolni. Ezt nem tudhatod. Minél magasabb a rezgés szinted, annál nagyobb csodák is történhetnek veled. Amikor mész így egy ház mellett, ugye nem látsz be a ház sarkánál, hogy ott mi lehet. De a ház sarkáig el kell menned, hogy utána oda be tudjál tekinteni. Érted? Ha te itt valahol itt megállsz, sose fogsz tudni belátni. Vagy a másik példa, amikor mész föl a lépcsőn. Hát a ház tetejére nem látsz föl. Tehát oda föl kell jutnod. Tehát ott történik egy csomó minden. Egy helyben topogással, a sajnálkozással, az nem teremtés. Az nem teremtés, hogy sajnálkozom, és állok egyik lábomról a másikra. Tehát ez nagyon fontos. Célodat megtalálni önmagadba, az önismereted által, az elengedéseid által, a pillanatba való belehelyezés által. Ezek mind segítségek neked, hogy az igazi, a valós célt megérezd, hogy igazán mire van szükséged. Ábrándozni a milliárdokról, hol ott egyáltalán nincs szükséged a milliárdokra, tehát ez megint egy marhaság. Ábrándozni egy családról úgy, hogy közben
eszed ágában nincs mondjuk megnősülni, vagy férhez menni, vagy még csak egyszerűen élni akarod az életedet, lehet vonzani a családot, csak az így nem fog megtörténni. Párkapcsolatot vonzani. Hát ahhoz kell a legjobban az, hogy tudjad, hogy te ki vagy. Amikor tudod, hogy ki vagy, akkor tudod, hogy ki való melléd. Mert olyan embert kell bevonzani, hogy te vagy már egy egész, és egy másik egészet kell magadhoz vonzani, hogy egy sikeres, jó párkapcsolatod legyen. Egy másik egészet kell. Látsz egy szórakozó helyen egy nagyon vidám fickót, érted? És látod, hogy a társaság középpontja, hú de jó, minden, imponál neked, nagyon tetszik. Elindul benned a gondolat, a vonzás, minden, és egyszer csak észrevesz téged, mert ugye annyira elkezded vonzani. Ugye a gondolatod rezgésé alakul, elkezded bevonzani. Majd aztán az a fickó valahogy oda keveredik hozzád, megismerkedtek, gyönyörű, szuper, minden, lehet, hogy első éjszakát is már együtt töltitek, és nagyon-nagyon jól érzitek magatokat. És tulajdonképpen sikerült a vonzás, hát megtetszett neked az a pali, és bevonzottad magadnak, és ott van, és minden, és tökéletes. Igen, de ha fél év múlva téged ez zavar, hogy ő a társaság középpontja, hogy ő ilyen jópofa, és mindig ilyen jópofa, és aztán időnként nem megy haza, mert ő egyébként jópofa valahol egy társaságban, akkor meg egy rossz vonzást csináltál. Érted? Tehát mennyire kell ezt végig gondolni? Vagy lehet, hogy akkor azt kell csinálni, ha már bevonzottad magadnak, akkor valahogy őt meg kell tartani. De azzal, hogy őt át akarod formálni, magad felé akarod formálni, azzal nem fog működni. Csak azzal, ha te olyan vagy a számára, hogy ő meg fog változni. Neked kell olyannak lenned, amiért ő meg fog változni. És ő egyszer csak azt fogja magába érezni, hogy ez a Zsuzsi, ez egy olyan fantasztikus lány, hogy jobbat nem kívánhatok az életemben. És akkor ő meg fog változni. Te nem tudod megváltoztatni. Nem te fogod megváltoztatni. Neked kell olyannak lenned, amitől ő eldönti, hogy meg fog változni. Értitek? Tehát a vonzás és teremtés, ez egy ennyire tág és nagyon-nagyon képlékeny. Nagyon képlékeny. Tehát nem elég az, hogy én gondolok valamire, és akkor szugerálom. Ez nem így működik. Önmagadon dolgozol. A vonzással, a teremtéssel is végig önmagadon dolgozol. És ahogy mondtam, kifelé vannak ezek a technikák, hogy szeretettel vagyok az ügyfeleim felé, szeretettel vagyok mondjuk a vendégeim felé, a pácienseim felé szeretettel vagyok, szeretettel a világ felé. Érted? Ezek mind mindenkinek jót kívánok, mindenkinek menjen jól. És hogyha a környezetemben minél több embernek megy jól, akkor jön a felhajtó erő, jön a segítség. Jön a segítség. Én is kapom az energiát, de ezt a tiszta szívedből kell csinálni. Tiszta szívedből, a szeretetből, nem az érdekért. És akik elmennek, és akik elhagynak, azok menjenek el, hagyjanak el. De a közös út megszűnt. Ő már nem lesz befolyással a te rezgésedre. Tehát neked a rezgésedre olyanok legyenek befolyással, akikkel ezen az úton haladsz együtt. Ezért nem vonzunk vissza régi történeteket, régi kapcsolatokat. Ezért nem akarunk megkötni embereket. Nem akarunk magunkhoz láncolni, mert akinek menni kell, az menjen. Ne maradjon az energiaterünkbe fék. Ne legyenek fékek. Szabadság. A teremtés és a vonzás az maga a nagy szabadság is. És ennek a határtalanságát fogod egy idő után érezni. Mindig lépésről lépésre. Ez volt a 9. rész, és innen folytatom majd a 10-essel. Köszönöm a figyelmeteket!